Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. A hagyományokhoz hűen 17. alkalommal is Kulcson rendezték meg az idei Fejér megyei állatorvosi napokat. A rendezvényen adták át az idei év legrangosabb elismeréseit a szakma képviselőinek. 17. alkalommal rendezték meg a Fejér megyei állatorvosi emléknapot Kulcson. Az ünnepi találkozó bevezetéseként Elsimon László országgyűlési képviselő és Sótonyi Péter az Állatorvosi Egyetem rektora felavatta dr. Marcis Árpád, a kulcsi hatok egykori tagja, a korszakos állatorvos szobrát. Marcis Árpádnak a szoboravató ünnepségére gyűjtünk össze, és a leendő szobor, én azt hiszem, nagyon jó helyen van, hiszen Kotlán mellett van a szobor, Jármaival szembe, és Hutira, aki rájuk vigyáz, hiszen a Hutira iskolából kerültek ki. És hogy Kotlán mellett van, itt Kulcson a nyaralójuk is egymás mellett volt. Szembe Jármai az admirális, aki a kupac, a Kulcspusztai Atlétikai Klubnak a admirálisa volt, és ők a vezetőségi tagjai, Kotlán és Marcis. 135 éve lesz február 17-én, hogy megszületett Budapesten Marcis Árpád. Gyerekkorunkban, hallgatókorunkban mi nem sokat hallottunk róla. Nem tartozott az egyetem tanári karához, a szorosan vett tanári karához. Ugyanakkor a magyar állategészségügynek az egyik legkiemelkedőbb alakjaként tarthatjuk számon. 1903-ban érettségizett, és az akkori rendkívül híres állatorvosi főiskola tanári kara az vonzó volt számára. Price, Aujeszki, Hutira, Marek, Nádaskai, az akkori magyar életben, magyar tudományos és egyetemi életben kivételes tehetségek voltak. 1908-ban, 110 évvel ezelőtt szerezte meg az állatorvosi oklevelet, de akkor az nem járt még állatorvosi doktori képesítéssel is, ezért tisztivizsgát tett 1911-ben, és 13-ban megszerezte a doktori képesítését, habilitációját, azt, amelyet a szerológiai, szerodiagnosztikai eljárásokból írt, mégpedig a takonykórral kapcsolatosan. Kérem, Marcis Árpád abból a Hutira iskolából került ki, és ahhoz tartozott, abból a Hutira iskolából, aki 1890-ben, amikor Koch leírta először a tuberkulint, ő 91-ben már azzal foglalkozott. És az összes tanítványát, doktoranduszát akkor 1908-ba, 9-be arra terelte, hogy a szerodiagnosztikával foglalkozzon. Ez volt az a korszak, amikor Wassermann, Landsteiner megtette azokat a felfedezéseit, amelyek annyira közismertek. Sajnos a első világháború közbeszólt. Még ezt megelőzően ugyan Hutirát elkísérte Marcis Árpád Bulgáriába a keleti marhavész tanulmányozására, amely akkor nálunk már szerencsére több mint 20 éve ismeretlen fogalom volt. Viszont az első világháborúban a takonykór, amelyet ugyancsak sikerült kiirtani Magyarországról addigra, újra fellépett. A német lóállománynak 10%-át kellett agyonlőni a keleti fronton, 1915-ben. És ennek a diagnosztizálására a legjobb módszert éppen Marcis dolgozta ki, a szerodiagnosztikai eljárásokat,
amelyeket Berlinben Schütz professzor mellett sajátított el, nem csak a technikát, hanem egyáltalán az egész járványnak az erodálását. A Jármai professzorral való barátsága, illetve akkor még mindketten tanársegédek a járványtanon, akkor szövődött. Hiszen pontosan Hutira javaslatára Jármai egy mozgó laboratóriumot hozott létre, ahol nem csak a lovak, hanem az emberek vizsgálatára is óriási hangsúlyt fektettek. Az ő cikkei, Márcisz Árpád cikkei nem csak az állatorvosi lapokban, hanem az orvosi heti lapban is rendszeresen jelentek meg. A közegészségügyi jelentősége óriási volt a takonykornak, hiszen halálos betegség volt az emberre nézve. 1921-ben már a járványtan gyakorlati előadásait tartja a tiszti vizsga felkészítő tanfolyamain. És az igazi kiteljesülést azt hozza, amikor 1928-29-ben létrejön az Országos Állategészségügyi Intézet, és ő vezeti a diagnosztikai laboratóriumot. Azt a diagnosztikai laboratóriumot, amely az egész ország járványtanát, diagnosztikáját központosítva felügyelte. Fontos ezt hangsúlyozni a mai világban különösen, hogy nagyon lényeges az állatjárványtannak a központosított felügyelete. És remélem örül, főállatorvos úr, itt hátam mögött áll, hogy ezt mondom, mert széttagoltan ezt nem lehet csinálni. 1930-as években óriási gondot okozott nem csak a már addigra megszűnt takonykor, hanem a tenyészbénaság, illetve a brucellózis. Tudni kell azt, hogy a tenyészbénaság, amely kitört, 3 hónap alatt számolta fel Márcisz Árpád. Tudni kell azt, hogy az brucellózis, a sertés brucellózisnak, amelynek leírója Hutira, pontosan Márcisz Árpád vizsgálatai alapján tudta megállapítani a világon elsőként. És ő volt az, akit akkor a kora nem nagyon értett meg Márcisz Árpádot, hogy különböző típusok vannak a brucella esetében, van szarvasmarha, sertés és ember. Emberi betegséget okozó, és ezeket tipizálta. És nagyon sokáig nem fogadták el az ő eredményeit, ami aztán későbbiekben teljesen bebizonyosodott. A Észak-Erdély visszatérésekor ő lett a kolozsvári állategészségügyi intézetnek az igazgatója 1941-ben. És olyan betegségekkel találkozott, amelyeket addig a magyar állatorvosok csak tankönyvekből ismertek. Hiszen Erdélyben mindaz előfordult akkor, ami 1918 után, Trianon után, ahogy elúszott az egész erdélyi állatállomány. Nem csak a takonykorral, a marhavésszel, a veszettséggel kellett megküzdenie, hanem a legkülönfélebb betegségekkel. És 1943-ban kinevezik az Országos Állategészségügyi Intézet igazgatójává, és pont az összeomlás idején, a katasztrófa idején, amikor szinte minden betegséget újra megkap az ország, állatjárványokat, ezt az időszakot kell ő neki átvészelni. Újra fellép a takonykor, fellép a veszettség,
és sorolhatnánk a betegségeket. Az egyetlen olyan országos szervnek az igazgatója volt, aki 45 után igazgatói állásában megmaradhatott, és ez többek között nem csak szakmai tudásának, hanem mérhetetlen humanizmusának, az üldözöttek iránti rokonszenvének és segítésének is köszönhető volt. 1946-ban azonban lemond az állásáról, nyugállományba vonul 62 éves korában, de nem hagyja abba a kutatást. 1950-ben egy nagy mű írásába kezd az állatbetegséges és emberbetegségek, fertőző betegségekről és azoknak a kivédéséről. Sajnos a könyv írása közben júniusban éri a szívinfarktus, amelyben elhunyt. Biztos vagyok benne, hogy itt a kulcsi hatok között Márczysz Árpádnak helye van, és ez a kulcsi hatok szoborpark, ami létesült, ez egy olyan kultikus helye a magyar állatorvoslásnak, amilyen az alma máterünknek a kertje. Hiszen ott vannak nagyjainknak a szobrai, de itt is felépül egy olyan szoborpark, és remélhetőleg szépen parkosítva, amelyik méltó helye a magyar állatorvoslásnak, amely abban az időben, mikor ők itt éltek, akkor valóban az aranykort jelentették nem csak Magyarországon, de a világban. A világban mindenütt, hiszen pontosan Hutira Marek könyv olyan nem fordult elő még. 13 nyelvre lefordított könyvük, és csak a német kiadásból 16-ot ért meg. El Simon László országgyűlési képviselő méltatta a kulcsi hatok legendáit, kőbeálmodó Kontúr András művészetét, azt az elkötelezett alkotó tevékenységet, ami segít megőrizni emléküket. Egy kiváló szobrászról van szó. Azt kell, hogy mondjam, hogy napjaink egyik legtermékenyebb alkotójáról, akinek az a különlegessége, hogy nem csak bronzzal dolgozik, hanem kővel is. Ma az egyik legismertebb és legelismertebb kőszobrász, aki a Képzőművészeti Egyetemen a mestereitől a mesterségnek valamennyi csinyát és minnyát eltanulta. És tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy egészen szuggesztív erővel képes megjeleníteni a témáit. Ráadásul egy olyan különleges alkotóról van szó, aki nem csak a hagyományos, klasszikus, köztéri szobrászatban figuratív szobroknak a elkészítésében járatos, hanem a kísérletező művészet terén a nonfiguratív alkotások létrehozásában is igen fantasztikus munkásságot tudhatná maga mögött. Itt a megyében számos alkotását láthatjuk. Az első műve, amivel Fejér megyében jelentkezett, az a Gárnyégéz a szülőház hátulján az irodalmi emlékfalon látható domborműve, Csóri Sándorról készített domborművet. Aztán az agárdi tóparton az ottani sétánynak az alkotásait, egy gyönyörű Herman Ottó szobrot, egy gyönyörű Csernel István és Solymos Jede szobrot készített. Ugye ott azoknak a jeles személyiségeknek állítunk emléket, akik a Verencei tónak a flórájával és faunájával foglalkoztak, akik kutatták a Verencei tónak a természeti és aztán később néprajzi értékét is, hiszen Solymos Jede a Bajai Múzeum egykor igazgatója. Magyarország számára kiemelten fontos az állattenyésztési ágazat, így rendkívül fontos, hogy az állatgyógyászat képviselői miként tudják biztosítani és segíteni az állategészségügy részéről ezt a munkát. Az egész éves munkát el kell ismernünk, egy-egy napra meg kell pihennünk, ugyanis az állatorvosi munka az 365 napig tart, és 0-24 órában kell az állatok egészségét védenünk. Ezért minden évben Fejér megyében megrendezzük a Fejér megyei állategészségügyi állatorvosi napot, és immár ötödik alkalommal a kulcsi hatokra emlékezve szobrot is fogunk avatni.
avatni. Ebben az évben is kiosztásra kerül az év állatorvosa, az állategészségügyért díj. Ez mindig egy olyan díj, amelyet nem állatorvos, de az állategészségügyben dolgozó kapja, és hát a legnagyobb díj minden évben az életműdíj, ami egy életpályát ismer el. Nagyon fontos ez a nap, de hol tart ma a magyar állatorvoslás? Én azt gondolom, hogy az európai viszonylatban büszkék lehetünk az egyetemre egyik oldalról, másik oldalról arra a rendszerre, amit a szaktárca kidolgozott. Mindenképpen Magyarország mindig is híres volt az állatorvoslásáról, az állategészségügyéről. Több járvány volt, amit nekünk sikerült megállítani. Most is fenyegeti Magyarországot egy járvány, ugye az afrikai sertéspest is, ami már néhány megyében felütötte a fejét. Megpróbálunk védekezni, lelassítani, illetve megállítani a vírus terjedését, de legfontosabb, hogy a házi sertésállományainkat megvédjük ettől a vírusnak, ennek a pusztításától, és természetesen fontos az, hogy önálló egyetemünk van, amelyen minden évben a végzett hallgatók, a végzett állatorvosok megjelennek a magyar állatorvosi társadalomban. Móri Attila megerősítette, az állatorvos társadalom számára fontos, hogy évről évre számvetést készítsen és megerősítse elképzeléseit a jövőre nézve. Fontos a számvetés ezen az emléknapon. Hol tart ma a magyar állatorvos társadalom, illetve a fejlődés? Szerintem jó helyen tart. Ha azt nézzük, hogy a társadalmi elfogadottság a szakmánknak nem változott, sőt talán javul. Nyilván ehhez a járványügyi helyzet, az abban végzett munkánk, a kollégák szorgalmas és alázatos hozzáállása segítség. A kisállatpraxis, hogy a másik szakmai nagy területről beszéljek, virágzik. Azt gondolom, hogy a nép, állatszerető nép, kutyamacska lassan fontosabb lesz már, mint egy, nem is mondom micsoda. Szóval azt gondolom, hogy a magyarok szeretik az állataikat, sokat költenek rá, és ez jó a szakmáknak, nyilván van bevételünk. Úgyhogy köszönjük szépen, jól érezzük magunkat, jó állatorvosnak lenni Magyarországon. Emléknapra jöttünk, a Kulcsi Hatokra emlékezünk. Mit jelentenek ők az állatorvos társadalom számára? Ők olyan elődeink, 6 professzorról beszélünk, akik a század előn kulcsot választották kikapcsolódási nyári fészküknek, és itt egy jó társadalmi szervezeti életet folytattak, szakmailag is, faluba beilleszkedve is. Családjukat idehozták, építettek itt nyaralót, szóval őrejük emlékszünk. Ők nagyot alkottak a parazitológia, vagy épp a járványtan területén, az Állatos Egyetemen tanítottak, professzorok voltak, könyveket írtak. Azt gondolom, hogy évente egyszer rajtuk keresztül végül is a szakmánkat ünnepeljük, az elődeinket. Mert én is azt tanultam, hogy aki az elődjét nem becsüli, azt az utódai sem fogják becsülni. Fejér megye számára kivételesen fontos, hogy a Mezőföld szívében élő állattartók továbbra is támaszkodhassanak az állatgyógyászat szakembereire. Hol tart ma a magyar állatorvoslás Fejér megyében? Úgy gondolom, egy nagyon komoly múltal és hagyományokkal rendelkező szakmáról beszélhetünk. A Kulcsi Hatok méltó elődök pedig egy olyan szintet állítottak be a jelenkor állatorvosai számára, melynek meg kell felelni. Hivatásbóli kötelesség, hogy a jelenkor állatorvosai ennek a szakmai színvonalnak megfeleljenek, és én úgy látom, hogy Fejér megyében az állatorvosi kar nagyon komoly, magas szakmai színvonalú munkával tudja teljesíteni ezeket az elvárásokat, amelyeket a nagy elődök felállítottak a számukra, és azokat az elvárásoknak is megfelelnek, amelyek a kor kihívásai állítanak eléjük, akár csak a folyamatosan változó közigazgatási reformok, vagy a jelenkor állattartói, illetve a lakosság. A kormányhivatalnak rendkívül fontos szerep jut az állatorvoslás irányításában is. Én azt hiszem, hogy az ünnepen túl kell, hogy beszéljünk az aktualitásokról is. Igen, mint említettem is, tehát a közigazgatási reformok folyamatosan zajlanak, folyamatosan a közigazgatás átalakítása annak megfelelően, hogy minél hatékonyabban tudjuk ellátni az állampolgárokat. Jelen esetben az állatorvosok természetesen az állattartók érdekeit, tehát az állattartók érdekének megfelelő tevékenységet fejtenek ki, úgy az állategészségügy területén, mint az élelmiszerláncbiztonság területén. Azt látom, mint az előbb is említettem, hogy ezeknek a folyamatosan változó kihívásoknak, akár beszéljünk itt az afrikai sertéspest is, amely most jelentősen borzolja a kedélyeket és befolyásolja a közvéleményt, és mindenképpen közérdeklődésre tart számot, ennek a jelenkor állatorvosai megfelelnek, ennek a kihívásnak is. Folyamatosan dolgoznak a megyei állatorvosok is ennek a megfékezésén, folyamatos készenléttel, éjszakai és hétvégi ügyeletekkel, én úgy gondolom, hogy nagyon jó szakmai színvonalon, nagyon áldozatos munkát végeznek.
A szaktársa továbbra is mindent megtesz azért, hogy az Európa élvonalába tartozó magyar állatorvoslás továbbra is az állattenyésztők legfontosabb segítsége legyen. A szaktárca számára kiemelten fontos az állategészségügy, én azt gondolom, az állattenyésztési ágazaton keresztül. Hol tart ma a magyar állatorvoslás? Magyar állatorvoslás idén most már az hatóság állatorvosi szolgálat most fogja ünnepelni napokban 130. évfordulóját. A magyar állategészségügy úgy a képzés, mint az állategészségügy helyzete, az kiválónak mondható Magyarországon. Tulajdonképpen a járványokat, nagy járványokat sikerült megfékezni, hiszen a tavaly előtt évben a madárinfluenza volt ilyen kérdés, most pedig az afrikai sertéspestissel küzd a szakma, és minden napokra ad nekünk munkát. A kulcsi hatokra emlékezünk ma itt kulcson, értelemszerűen nagyon fontosak ők a számunkra, hiszen meghatározták egy egész nemzedék további fejlődését. Igen, emlékezve az ősökre, emlékezve az elődök munkásságára, ez ad nekünk erőt ahhoz, hogy megoldjuk azokat a feladatokat, amiket a mindennapok kihívása jelentenek. Az ünnepségen adták át a Lantz Endre életműdíjat, amelyet Balázsik István vehetett át. Az év állatorvosa Görög Zita, míg az állategészségügyért elismerést Szűcs Róbert vehette át. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, találkozunk a jövő héten, pénteken, ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!